Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Megtörtént, amiről sokan beszéltek, de senki nem akarta elképzelni. Oroszország múlt csütörtökön megtámadta Ukrajnát. Az elmúlt 5 napban csak nem 100 000 menekült érkezett Magyarországra Kárpátalján keresztül. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy emberként állt a szerencsétlen sorsa jutottak mellé. Adományokkal, szállással, élelemmel fogadják a menekülteket. Mai műsorunk teljes egészében a háborúról szól. Hamarosan vendégünk lesz egy külpolitikai elemző, akivel az okokat és a lehetséges megoldást vesszük számba, de előtte helyszíni riport a megye több településéről, ahová csütörtök óta rengetegen érkeztek. Kaptunk egy felajánlást az egyik pékségből, és a friss kenyeret hoztunk, mert megkerestek bennünket, hogy ki tudjuk-e ezt most valahova szállítani, úgyhogy ennek a megsegítésére hoztunk. Ezekben a nagy dobozokban, ezekben polártakarók vannak, ezek a megyei raktárból kerültek most kiszállításra, illetve tartós élelmiszerből csokoládét és konzervet hoztunk, ami a későbbiekben felhasználható. A megyei Vöröskereszt vezetője mutatta pénteken, hogy milyen adományokkal érkeztek Záhonyba. Élelmiszer, takaró, ruhanemű is várta a menekülteket. Persze, nyugodtan, kicsikénk van benne. Ruskovics Erika Tisza ásványról menekült el, rokonoknál kaphat szállást. Kárpátaljáról, Tisza ásványból érkeztünk. Hát sajnos rossz hírekre ébredünk napi szinten, napi reggelente. Így úgy határoztunk, megüzentek a rokonok, hogy be szívesen befogadnak. Így ma reggel útra keltem a családommal, sajnos a vőmotor kellett, hogy maradjon. Azt mondta, hogy a család segít itt Magyarországon. Hol van az úti cél, hová mennek, és mikor gondolnak tovább indulni? Mert látom, hogy azért még sok-sok cucca a gyerekekkel itt vannak. Hát igen, dolgoznak, így délután tudnak értünk, önök Kaposvárról van az egyik nevelt lányomnak mondhatom, mert na, családunkban nőtt fel, sok gyermekes családba született, így nálunk nevelkedett, és ő mindenképpen szívesen lát bennünket, úgyhogy ezt várjuk, hogy tudjanak majd értünk ön, addig meg hálásan köszönjük, hogy ide nem az utcán. Imádkozunk minden az egész népünkért, mert nem csak hogy a kárpátai magyarok, mert azok is, akik ott a borzalmas bombázás közt, fegyverek közt, ropogás közt vannak, hát ez borzasztó. Még hála Istennek, mi még ezt itt közelem nem tapasztaltunk, mert ide még nem értek el, de reméljük, hogy nem is fognak. Őszintén reméljünk, bízunk a Jóisten segítségével, hogy ad az ottani honatyáknak értelmes eszet, józan eszet, hogy a nép érdekéért hagyják abba. Hagyják abba, legyen béke, legyen megértés minden, bármilyen nemzetiség. Éltünk oroszokkal, ukránokkal, nekünk olyan túl nagy konfliktus sose volt, 30 éve dolgoztam a Csapi Vasútnál, ukránokkal ilyen komolyabb összetűzés soha nem volt közöttünk, hogy ő ukrán, én magyar. Na, mert ugye ott magyarok vagyunk, itt ukránok, de semmi baj, emberek vagyunk, legyünk emberségesek, becsületesek, szeressük embertársainkat, és a bajba látni meg, hogy ki az igazi barát. Hogyha véget ér ez az egész borzalom, és reméljük, hogy minél hamarabb, akkor gondolom, hogy az a cél, hogy hazamenjünk és otthon folytassuk. Hát igen, na, nagyon reméljük, hogy minél hamarabb véget ér ez a nagy kínzás, lehet mondani, mert az emberek teljesen ledöbbenve vannak otthon, akik otthon maradtak, és hát mindenképpen szeretnünk vissza a szülőhazánkba, a szülőföldünkre, mert hát az életünk javát, ott, na, hogy ott születtünk, és hát a munkánk is ott van, minden kis házunk, lakásunk, munkánk, az egész életünk munkája. Volt olyan menekült, akinek férje otthon maradt, hiszen az általános hadkötelezettség miatt a 18 és 60 év közötti férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát. Tiszta magyar falu, a tiszta ásvány. Na hát igyekeznek az emberek otthon maradni, nem gondolják, hogy mindig azt várjuk, hogy hát ha jobb lesz, aztán ugye éjszaka rajnalba férjem felkelt, én nem aludtam egész éjjel, nem mertem. Aztán ugye mondta, hogy készüljetek, menjetek, mert Kijevbe bombáznak. Na és nincs előre, vagy nincs hátra, mint előre, akkor jöjjünk, mert a gyerekek félnek, meg mi is félünk, hogy a kis apró gyermekeket hová tesszük, vagy hová menekülünk.
Úgyhogy ez lett a legjobb cél, aztán nagyon imádkozunk a Jóisten, ezt minél hamarabb vissza tudjunk menni. Mert nekem nagyon rossz, hogy a férjemet ott kellett hagyni. A lányom 22 éves, van két pici unokám, a fiam 13 éves. Én is már a korban is egy kicsit benne vagyok, már nem is a magam életét, hanem a gyermekekét próbáltuk menteni, mert hát még az élet előttük van. Záhonyban a vasútállomáson, valamint a művelődési házban szállásolták el azokat, akik nem tudtak hova menni. Helmeci László polgármester azt mondta, erejükhöz mérten mindent megtesznek a bajba jutottakért. Hozzánk főként vasúton érkeztek a menekültek, 6 pár vonat érkezett, és egy-egy vonat kb. 500 főt tudott átszállítani. Ez napközben azért tartotta is az 500 fős létszámot. Este már egy kicsit kevesebbek voltak, mert elrendelték a hadközelezettséget, és ezért a 18-60 éveseket már nem engedték át. Ezért az utolsó két vonaton már csak 100-120 ember érkezett. Ők voltak azok, akiket el kellett szállásolnunk. Ez a 120 ember, vagyis hát nem 120, meg 220, kb. 240-250 ember volt, aki úgy érkezett ide, hogy már nem tudott tovább menni Záhonyból. Akik jöttek, általában határozott céllal jöttek, mindenkinek volt már valamilyen úti célja, ahova szeretett volna menni. 8 órakor elment az utolsó vonat, és ez a két utolsó csapi vonat pedig már 8 óra után érkezett be Záhonyba, ezért hitregettek, ezért kellett nekünk szállást biztosítani ennek a néhány embernek. Körülbelül 80 ember foglalta el a művelődési házban, idegenesen kilakított szálláshelyünket. Itt pár matracot tudtunk biztosítani számukra, lakossági segítséggel, párnákat, paplanokat, plédeket kértünk. Ez nagyon szépen köszönjük a környező települések lakosságának és az árnyi lakosoknak, hogy pillanatok alatt összegyűlt kb. 50 darab takaró és párna. Élelmiszerben is nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk, az önkormányzat saját erőből és a lakossági támogatásból tudta megoldani ennek a 80 embernek az ellátását. Ma reggelre a 80 emberből kb. 40 ember elindult Budapestre, vagy be az ország belső részeibe, míg kb. 30-40 ember van, aki a mi vendégszeretünket élvezi, ők még bizonytalanok abban, hogy merre szeretnének tovább menni, ehhez várunk majd segítséget még a kormányzat részéről. Van, aki még házastársakat vár, családtagokat vár, tehát azért nem akar addig tovább menni, majd amikor teljes család, akkor indulnának tovább. Vannak olyanok, akik még nem tudják, hogy hova szeretnének eljutni, mert nincsen magyarországi kontaktjuk, ahhoz, akihez mehetnének. Nekik próbálnak segíteni az ország belső területében, nagyon sok felajánlás érkezik, akár szállás, akár munkahely szempontjából. Mi próbálunk keresni nekik a megfelelő elhelyezési lehetőséget. Úgy tudjuk, hogy a magyar útlevéllel rendelkező embereket még mindig átengedik, ahhoz szükséges az, hogy legyen belépési pecsét az útlevelükben, tehát csak úgy engedik vissza Ukrajnába a magyar útlevéllel, hogyha tudja bizonyítani, hogy belépett az országba. Ezeket az embereket, férfiakat is kiengedik, ezek már azért jóval kevesebben vannak, mint az előző napokban. És igen, valóban gyerekek és nők vannak most az utasok között, de jóval kevesebben, mint a tegnapi napon. Fel vannak készülve esetlegesen egy újabb, nagyobb tömegű gyerekek, nők fogadására? Általában kapunk információt a csapi oldalról. Túl sok ember még egyelőre nincs az állomásokon. Ha több ember lesz, akkor persze természetesen a szükséges, mi nyitunk új menedékhelyeket is, ahova el tudjuk szállásolni az embereket. Pénteken jelen volt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, aki elmondta, minden segítséget megadnak a határon túlról érkezőknek. Az Oroszország által indított katonai akciót elítéljük, az elkapcsolatos szankciókat a külügyminiszterek most véglegesítik. Akkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy utasítsuk el a baloldalnak a katonai részvételre vonatkozó felvetését. Magyarországnak nem szabad részt vennie ebben a háborúban, magyar katonákat nem kell oda küldeni, ezt a baloldali javaslatot el kell utasítani, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb a béke újra visszatérjen, és Magyarország ebbe a katonai konfliktusba ne sodródjon bele. Természetesen sokat kell tenni annak érdekében is, hogy a határainkat meg tudjuk védeni, és a menekülteket szervezetten be tudjuk fogadni. Bízunk abban, hogy a háborús veszély a lehető leghamarabb megszűnik, és a NATO tagországok is egységesek, a NATO tagállamok védettségét teljes egészében valamennyi NATO tagállam közösen biztosítja. Vasárnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter járt Csapon, ahol arról biztosította a szomszédos ukrán megye előjáróit, hogy számíthatnak Magyarország és a magyar kormány segítségére. Szeretném elmondani önöknek, hogy a határ magyar oldalán minden
infrastruktúrális műveletet elvégeztünk annak érdekében, hogy készen álljunk a menekültek fogadására. Дозвольте повідомити, що на угорській стороні кордону ми зробили всі необхідні заходи для прийому біженців. Holnaptól hat helyszínen a határ átkelőhelyek magyar oldalán segélypontok kezdik meg a működésüket. Від завтрашнього дня починають функціонувати шість приймальних пунктів на поблизу кордону на угорській стороні. Берег-Шурайнал, Тисабечнél, Záhonynál, Барабашнál, Лонянál és Берег-Баруцнál. На всіх перерахованих пунктах перетину. És emellett pedig minden előkészületet megtettünk annak érdekében, hogy el tudjuk szállásolni a hozzánk érkező menekülteket. A також ми забезпечили всі умови для того, щоб ми могли надати проживання всім біженцям, які до нас надійдуть. Itt a kelet-magyarországi területen el tudunk szállásolni mindenkit, aki Ukrajnából hozzánk érkezik azért, hogy menedéket találjon. Az öt napja tartó orosz-ukrán háború miatt eddig több mint 60 ezer menekült jött át a határon. Hétfőn tárgyalások kezdődtek az orosz és az ukrán kormány között Fehér-Oroszországban, közben folyamatos a harc Kijevben és más ukrán nagyvárosban. Négy nappal ezelőtt, már lassan öt nappal ezelőtt, ugye arra ébredtünk, hogy megtámadta Oroszország Ukrajnát, és hittük az utolsó pillanatig, úgy voltunk vele, mint 2001-ben az árvíznél álltunk a gáton, és láttuk, hogy át fog szakadni a gát, de hittük, hogy nem átszakadt. Na, úgy jártunk első nap, hogy hittük, hogy ez nem történt meg, de megtörtént. Kimentünk az átkelőre, láttuk, hogy a menekültek szinte áradata özönli el az átkelőt, és akkor szondáztuk a hatóságokkal együtt, hogy mire van itt szükség. Ugye rögtön nem lehetett erre reagálni, és arra jutottunk, hogy egy határ közelében egy felállított sátorban meleg teját, kekszet, akkor is már láttuk, hogy sok gyerekes család jön át, kis dörmimacikkal, kukikkal, tehát ami a gyerekeknek jó ivólevekkel, kedveskedjünk, hogy azt a letargiát, azt a fájdalmat hátha tudjuk egy kicsit igazából felmelegíteni a lelküket, szívüket, és akkor merült fel, hogy valószínű, hogy itt hosszabb távra kell berendezkedni. Ezt a kultúrházat jelöltük ki melegedőnek, berendeztük fekvő alkalmatosságokkal, még a legkisebbek részére óvodai zsámolyokkal, raktunk bele játékot, rengeteg gyümölcsöt, a segítők nem csak a berendezésben, hanem utána már a ideérkezőknek az ellátásában, gondoskodásában segítettek. Első nap olyan 3000 körül volt a határt átlépőknek a száma, első nap mi csak egy családot láttunk el. Majd második nap délután nagyobb csoportok elkezdtek igényt tartani melegedőre. Azt vettük észre, hogy kint a határon nem mindenkit visznek már el, ugye amikor átkerülnek, és a kihelyezett sátornál volt több munkatársunk, tolmácsok is már akkor, és akkor szondázták a menekülteket, hogy igazából mire van szükségük. Tehát az a lényeg, hogy akkor már többen vették igénybe, majd harmadik nap már igazából avval szembesültünk, hogy kevés a kultúrház. Közel 50 főt helyeztünk el benne, megnyitottuk a tornatermet is. Ugyanúgy berendezve minden, és negyedik nap meg már megtelt a tornaterem is, és majd folyamatosan már, ahogy ürült, jöttek az újabb turnusok. Tehát egyre nagyobb igény merült fel. Igaz, hogy az átjövők létszáma az átkelő nem változott. Közel az a 3000 fő, az minden nap teljesül az átkelőn. Avval szembesültünk, hogy először inkább a kárpátaljak első két nap. Majd utána már harmadik, negyedik nap a keleti, benti megyékből, Kijevből megjelentek kijevi oltók, és onnan jelentek meg ugye menekültek. Rengeteg segítőnk volt, először csak ugye a település és a környező településekről. Nagyon-nagyon köszönjük az áldozatos munkájukat, aki 24 órában fent van és talpal fertőtlenít,
csinálják a szendvicset, pakolják az adományokat. Én úgy gondolom, hogy le a kalappal előttük, és arra szembesültünk a péntek szombati nap folyamán, hogy máshonnan is rengetegen jelentkeztek. Hévízről, Csömör, Páty, Miskolc, Kisvárda, tehát sokakat nem is tudok, hogy honnan jöttek, mert csak egy köszönöm volt. Jó reggelt, polgármester úr, kezit csókolom, és tették a dolgokat, és úgy mentek el, hogy köszöntek, hogy viszontlátásra szükség van, meghagytuk a telefonszámot. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy ennyire megmozdult az ország. Én úgy gondolom, akinek szíve van, annak megdobbant, akinek lelke van, annak úgy szintén. És én hiszem benne, hogy ez át fogja segíteni nem csak a védekezést, azt, hogy segítsük őket, mert nagyon fontos lesz visszasegíteni őket. Ugye ez csak egy dolog, hogy most a menekülteket fogadjuk, tovább segítjük. Ugye az is nagyon fontos lesz, mikor normálizak az egyik, vissza is kell menni. Hasonló helyzet fog kialakulni, mert mindenki szeretne visszanőni minél hamarabb, mert nem tudja, mire megy vissza. Hogy abban a lakásban lesz-e még butor, lesz-e még bármi, hisz azt tudomásul kell venni, hogy ahol ilyen tragédia történik, ugye háború van, ott a bűnözés is megjelenik a háttérben, a hátországban. Úgyhogy nagyon is félnek ezek az emberek, és nagyon tartanak attól, hogy nem tudják, mire mennek vissza. Tartózkodóak, rettentően. Nagyon nehéz őket meggyőzni, hogy jót akar mindenki, jót akar az önkéntes, aki elviszi, jót akar a szendvics készítő. Félnek, tartanak, ez jellemző is. Minden szállás foglalt, szinte minden másik lakásban van valaki, elhelyezve fogadott be valaki menekültet, attól függetlenül, hogy van most rokoni kapcsolata, de legtöbb helyen ugyanúgy baráti kapcsolatok is vannak, hisz azért az elmúlt 20 évben nagyon sok barátság szövődött, testvértelepülési kapcsolatok. Maga a lakosság az a mai napig is, tehát egy emberként áll ide, jönnek segíteni óvónénik, tanítónénik, szociális otthonnak a dolgozói, leadják a műszakot, 24 órás műszakot, utána jönnek ide, majd megint jönnek ide, harmadik nap megint mennek dolgozni. Évek óta feszült a viszony Oroszország és Ukrajna között, de talán senki nem számított arra, hogy az oroszok meg is támadják az ukránokat. Mi van a háttérben? Meddig tarthat a háború, és mi jöhet utána? Iván Aurél Tóth Matolcsi László politológussal, külpolitikai elemzővel beszélgetett. Ahogy a felvezetőben is elhangzott, évek óta köztudott, hogy feszült a viszony Ukrajna és Oroszország között, de a legutolsó pillanatig senki nem gondolta volna, hogy ez katonai konfliktussá fajul, tehát háború lesz Oroszország és Ukrajna között. Vajon mi áll a háttérben, mi a baj az oroszoknak az ukránokkal? Erről is beszélgetek Tóth Matolcsi László politológussal, külpolitikai elemzővel. Jó estét, köszönöm szépen, hogy velünk van. Jó estét, üdvözlöm Önöket! Tanár úr, hogy látja, mi lehet a háttérben, mi a baja az oroszoknak az ukránokkal? Hát azt gondolom, hogy a válasz összetett több tényezője van a történetnek. Vannak régebbre visszamenő okok, és vannak közelebbi okok. Egyrészt az orosz külpolitika az hagyományosan egy terjeszkedő külpolitika, nagyjából egy olyan jó 100 éves időszakra, ha visszamegyünk, azt látjuk, hogy folyamatosan történik a terjeszkedés. Tulajdonképpen Oroszország olyan kb. Harmadik Iván cársága óta folyamatosan tolja ki a határait, és tulajdonképpen hát ebbe a hagyományos orosz területek közül Ukrajnát is oda számítják, nem is tekintik igazán az oroszok egyébként külön nemzetnek őket. Talán ez a távolabbi ok, ugye ez megtorpant a rendszerváltás utáni időszakban, 90-es években ez a terjeszkedő külpolitika, az orosz gazdaság és politika rossz helyzete miatt, de talán most látták elérkezettnek az időt ahhoz, hogy újra folytatódjon ez az expanzió. A másik az talán egy közvetlenebb ok, ugye Ukrajna keleti részén jelentős számú orosz ajkú kisebbség él, éppen ebben a két tagköztársaságnak tekintett területen, most Donyeckben és Luhanszban, ami ugye kikiáltotta a függetlenségét, ott jelentős számú orosz kisebbség él, és hát az ő védelmükre hivatkozva avatkozott be most Oroszország, de hát én azt gondolom, hogy igazából itt a cél az Ukrajna tartós orosz befolyás alá vonása, ehhez igazából indokként szolgál az ottani orosz kisebbség védelme. Ugye most már nem csak erről a két megyéről, Donyeckről és Luhanszról van szó, hanem az orosz csapatok napok óta Kijevet bombáznak és támadják.
Mi lett a célja az orosz vezetésnek, Vladimir Putyinnak? Tehát mi az, ami az ő szemszögéből pozitív kimenetelő lehet ebben a háborúban? Mi történhet? Egy báb kormányt fognak ott létrehozni? Azt gondolja, hogy ha létrehoznak egy orosz barát kormányt, azt bárki Ukrajnában ezek után el fogja fogadni? Igen, ugye a történetnek ez a legbizonytalanabb eleme, hogy mik is az orosz szándékok konkrétan. Az elég egyértelmű, mert erre Putyin elnök többször utalt, hogy ezt a kormányt meg akarják buktatni. Valószínűleg Kijev ostroma is ebből a szempontból fontos az oroszoknak. Ha Kijevet sikerül elfoglalni, akkor meg tudják buktatni az ukrán vezetést, és oda tudnak ültetni egy orosz barát kormányt. Szerintem ez mindenképpen elsődleges cél, és valószínűleg amíg ez nem történik meg, addig az orosz műveletek folytatódni fognak. És szerintem az is egy kifejezett célja az oroszoknak, hogy egész Ukrajna az orosz befolyás alá kerüljön, tehát nem fognak azzal megelégedni, hogy a keleti területeken orosz katona jelenlét van, ők az egész országot befolyásuk alá akarják vonni. Hogy ez megtörténhet-e és mikor és hogyan, az már egy másik kérdés, mert az ukrán haderő, bár sokan jósolták, hogy nem fog tudni ellenállni az orosz hadseregnek, úgy tűnik, hogy tovább tudja tartani magát. A jelentős nyugati fegyverszállítmányokkal valószínűleg még tovább. Ha be tudják húzni az orosz csapatokat a nagyvárosokba harcolni, akkor meg még tovább. Tehát a történet az szerintem nagyon elhúzódó lehet, de az orosz vezetésnek mindenképpen célja az, én azt gondolom, hogy egy orosz barát báb kormány kerüljön a jelenlegi vezetés helyére, és teljes Ukrajna orosz befolyás alatt legyen. Elnézést, hogy leragadok ennél a témánál, de szerintem egy elsőéves politológus hallgató is meg tudná azt mondani, hogy ebben a helyzetben, amikor egész Ukrajna, még azok is, akik esetleg mondjuk nem voltak barátai a jelenlegi kormánynak, azt gondolja, hogy Oroszországnak nincsen semmi keresnivaló Ukrajnában, így hogyan lehet Oroszországnak egy orosz barát kormányt a Ukrajna élére tenni? Hogyan tarthatja meg? Lehet, hogy el tudja majd foglalni Kijevet, de hogyan tudja hosszú távon megtartani így azt az országot, amelyet most fegyverrel próbál meg elfoglalni? Igen, érdekes eleme a történetnek az ukrán nacionalizmus, mert ugye Ukrajna igazán önálló állami létezésből nem sokat élt meg eddig a történelem folyamán. És hiányoznak, mondják többen is, hogy hiányoznak azok a közös élmények, amik az ukránokat egyfajta nemzetté tudnák kovácsolni. És valószínűleg ez a háború, ez például nagyon jó eszköz lesz ehhez. Igen, én is úgy gondolom, hogy ha Oroszországnak még sikerül is valahogy Ukrajnát behódoltatnia, nagyon nehéz lesz ott tartósan egy stabil orosz barát báb kormányt a helyén tartani. Valószínűleg csak úgy tudja ezt Oroszország megtenni, hogy annyira függésbe hozza Ukrajnát gazdaságilag, nyersanyag szempontjából és egyéb szempontokból, hogy egyszerűen az ukrán vezetésnek nem lesz más lehetősége, mint elfogadni az orosz felhatóságot. Illetve hát ugye itt még kérdés az is, hogy a nyugat tartósan hogyan reagál erre a szituációra. Ha a nyugat elfogadja azt a szituációt, hogy beáldozzuk Ukrajnát cserébe azért, hogy Oroszország megálljon és ne próbáljon tovább terjeszkedni, akkor ez is egy olyan státuszkót teremthet, ami sajnos Ukrajna számára megpecsételi azt, hogy ők az orosz befolyás élvezetben maradnak. De számunkra nagyon fontos az, hogy mi lesz Kárpátalja sorsa. Ebben a megyében nagyon sokan vannak olyanok, akiknek van rokona családja Kárpátalján. Mi lehet Kárpátaljával? Olyan tekintetben kérdezem ezt, hogy ott még most harcok nincsenek, nyilván a háborút magát érzik, de harcok nincsenek. Elképzelhető, hogy egész idáig terjednek majd a orosz katonai műveletek? Tehát Kárpátalja stratégiailag annyira fontos, hogy érdemes legyen elfoglalni, vagy idáig azért nem fognak jönni a harcok? Én azt valószínűsítem, bár ugye jósolni borzasztó nehéz már most ebben a szituációban, de azt valószínűsítem, hogy a harcok nem feltétlenül fognak idáig elterjedni, viszont valószínűleg tartom azt, hogy az orosz katonai jelenlét az el fog jönni idáig, ha sikerül az ukrán hadsereget végül is legyőznie az orosz csapatoknak, mert mondom, én úgy látom az a cél, hogy teljes Ukrajna behódoljon, és teljes Ukrajna orosz befolyás alatt legyen. Kárpátalja nem gondolom, hogy stratégiailag fontos lenne. Pusztán abból a szempontból fontos kiterjeszteni oda is az orosz befolyás, hogy az egész ország, hogy ne maradjon olyan hátország az oroszokkal szemben, vagy akár az orosz csapatok mögött, ahonnan esetleg még ellentámadást lehet indítani, vagy partizán akciókat lehet indítani. Ugye fontos kérdés az, hogy most hétfő délelőtt beszélgetünk egymással, hogy hétfőn sajtóhírek szerint elindult egyfajta diplomáciai tárgyalás Belarusban, a határon Ukrajna és Oroszország között. Ez hozhat bármilyen eredményt, vagy ez csak ilyen látszatmegoldás?
Én nem fűzök nagy reményeket ehhez, ugye, ahogy a Zelenszkij ukrán elnök is nyilatkozta, hogy ő sem látja ennek túl sok értelmét a jelenlegi szituációban, én sem látom sok értelmét. Igazából Oroszország nem feltétlenül van rákényszerítve arra, hogy tárgyaljon Ukrajnával. Talán az az egy körülmény kényszerítheti őket erre, hogy nem haladnak annyira gyorsan a területfoglalási műveletek, mint ahogy ők azt tervezték, vagy remélték. Valószínűleg időnyerésre szolgál ez az akció, illetve arra, hogy talán valamelyes csökkentsék a nyugati országokban mutatkozó felháborodást itt az orosz katonai akció vonatkozásában, de én nem gondolom, hogy Oroszország most megelégszik a jelenlegi szituációval és kötne valami tartós békét Ukrajnával. Az szinte nyilvánvaló, hogy külföldi csapatok nem fognak megjelenni Ukrajnában, tehát Ukrajna egyedül maradt ebben a katonai konfliktusban. Ellenben gazdasági szankciókat már bevezettek Oroszország ellen, meg fognak is még bevezetni. Ilyen gazdasági szankciókkal meg lehet roppantani Oroszországot, vagy erre Putyin felkészült és jól betárazott, ahogy szokták mondani pestiesen? Igen, a gazdasági szakértők azt mondják, hogy Oroszország készült erre a konfliktusra, mert vannak jelentős tartalékok, amiket félretett az orosz vezetés, valószínűleg pontosan amiatt, mert készültek a szankciókra. És hát bár hatékonynak tűnik a gazdasági szankció, mint ellencsapás, azért az is egy megfontolandó szempont, hogy tartós gazdasági szankciókkal még akár visszajára is fordulhat a helyzet, tehát megerősíthetik a jelenlegi vezetést. Többen mondják azt elemzők közül egyébként, hogy pontosan az szolgálna egyébként Oroszországban inkább a demokratizálódási folyamatokat, hogyha sokkal élénkebbek lennének a gazdasági kapcsolatok, mert ez segíteni az orosz gazdaság modernizációját, ami pedig mindig elősegítheti a politikai demokratizációs folyamatokat is. Másrészt meg azért tudjuk, hogy a nyugatnak kiterjedt gazdasági kapcsolatai vannak Oroszországgal, Németországnak különösen is. Tudjuk, hogy van a gázkitettség, a gázfüggőség Európának, tehát a gazdasági szankciók sem fognak egy bizonyos szinten túlmenni valószínűleg, mert itt mind a két félnek olyan komoly érdekeltségei vannak, amiket ha veszni hagy, akkor az nagyon komoly érvágást jelent. Arról már beszéltünk, hogy mi lesz, hogyha Oroszország saját szempontjából megnyerni ezt a konfliktust. Mi lesz, hogyha nem tudják megnyerni, hogyha az ukránok sokáig kitartanak, sőt, mivel a világ szimpátiája minden tekintetben Ukrajna mellett van, végül aztán ők kerülnek ki győztesen. Mi jöhet majd a konfliktus után? Milyen lesz az új politika ebben a térségben? Hát ez a legjobb kérdés, és ez a legnehezebben megválaszolható szerintem a jelenlegi helyzetben. Sajnos arra én nagyon kevés sanszot látok, hogy Ukrajna egyértelműen győztesen kerüljön ki ebből a konfliktusból. Valószínűleg arra van inkább sansz, és talán ez lesz a legjobb forgatókönyv, hogy valamilyen kompromisszum születik. Nyilván ez a kompromisszum akár lehet az is, hogy Ukrajna valóban nem törekszik mondjuk NATO tagságra, Európai Uniós tagságra, cserébe Oroszország nem fogja egyértelműen a befolyási övezete részévé tenni Ukrajnát. De ahogy én az utóbbi évek orosz külpolitikáját figyeltem, és főleg Putyin nyilatkozatait, azért az oroszok nem árultak zsákba macskát abban a vonatkozásban, főleg Putyin nem, hogy az egykori szovjet befolyási vezetet ő vissza akarja állítani, és ennek tulajdonképpen az egy utolsó nagy hiányzó eleme volt Ukrajna. Ha megnézzük az összes volt szovjet tagköztársaságot, a balti államokat leszámítva nyilván, akik ugye NATO tagok már, azt látjuk, hogy tulajdonképpen az orosz befolyás, ha nem is a szovjet idők fénykorai szintjét idézve, de visszaépült, kivéve Ukrajnát. Tehát szerintem az oroszok nem fognak letenni arról tartósan, hogy Ukrajna ismét orosz befolyási vezetben legyen. A kérdés az az, hogy a jelenlegi világpolitikai, nemzetközi politikai helyzet az igazolhatja ezt az orosz törekvést. Mert hogy ez tulajdonképpen a 20. századi, ugye ez a második világháború utáni nemzetközi rendnek a visszaépítését jelenteni. Csak hogy azóta azért a nemzetközi rendszer nagyon sok elemében változott, és vannak nagyon fontos új szereplők, mint például Kína, Oroszország hátában, amik azért bonyolíthatják a képet, tehát nem tudnék pontos választ adni arra, hogy mi lesz Ukrajnával. Szerintem az oroszok nem fogják elengedni Ukrajnát, valamilyen úton, módon befolyási vezetőkben fogják tartani, de kérdés, hogy ez a fajta 20. századi típusú nagyhatalmi politika, amit most Oroszország fel akar éleszteni, ez tud-e működni 21. századi körülmények között?
Ez az új rendszer, hogyha tényleg Oroszország Ukrajnát magához közel tudja tartani, ez nem okoz nagy presztízsveszteséget az Egyesült Államoknak? Mert ugye ők egyeteműk voltak abban, hogy ők nem értenek egyet az orosz külpolitikával. Igen, a másik nagy kérdés az mindig az, hogy az Egyesült Államok hogyan reagál ezekre a szituációkra. Nyilván az Egyesült Államok politikája az kettős volt az utóbbi években. Ugye az Obama adminisztráció alatt azért Kelet-Közép-Európa, meg ugye egyáltalán Európa eléggé háttérbe szorult. Tehát nem volt olyan kitüntetett helyzetben Európa, Kelet-Közép-Európa meg főleg nem. Nem nagyon törekedett arra az amerikai külügyi adminisztráció, hogy ezt a térséget kiemelten kezelje. És ennek fizeti egy picit az árát is most az Egyesült Államok, mert az, hogy Oroszország ennyire be tudott nyomulni ismét Európába és pozíciókat próbált szerezni, ez tulajdonképpen ennek az amerikai visszavonuló politikának is része volt. Úgyhogy az Egyesült Államok most próbál visszakapaszkodni, ugye, például katonai csapatok Kelet-Közép-Európába helyezésével, de hát azért ez nem lesz egy egyszerű menet. Ráadásul ugye nagyon úgy néz ki, hogy az a hagyományos amerikai orosz területszerzést és befolyásszerzést, az nem nagyon működik, hát hiszen láttuk, hogy amikor a Krím-félszigetet effektíve annektálta Oroszország és visszacsatolta magához, ott sem tudták hatékonyan, sem az Egyesült Államok, sem a nyugati világ hatékonyan sem szankcionálni, sem megállítani ezt a lépéssor. Úgyhogy szerintem az amerikai külpolitikának sürgősen valamilyen teljesen új stratégiát kellene találnia. Nyilván ennek része az is, amit most csinálnak, hogy próbálják Európát erősíteni, és az európai egységet erősíteni, de itt valami komoly új stratégiára lesz szükség az Egyesült Államoknak, hogyha valóban nem akar komoly pozíciókat veszíteni a világban. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon tanulságos volt. A szakértelmére, tudására későbbiekben is, ha megengedi, akkor lesz majd számítani fogunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm, hogy velünk volt. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb szerdán várjuk Önöket, akkor már békésebb témákkal. Vendégünk lesz a Nemzeti Választási Iroda vezetője és Nyírtelek polgármestere. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!